már bizonyára nagyon sokan tudjátok és hallottátok azt, hogy, vagy láttátok is ezt a cikket, amit az index.hu nevű, hát nem tudom, hír oldal, vagy nem tudom, minek hívják, vagy nevezik ezeket a dolgokat. Minden eset a közmédiába bekerült végre valahára az egyik videó, és szerintem ez egy nagyszerű hír hiszen ezáltal eljut így még több emberhez is, még akkor is, hogyha az emberek nagy része, ugye akár, akár csak Hanula Zsolt, aki ezt a cikket írta, ami tulajdonképpen szerintem mondjuk egy, egy óvodásnak a stílusát és a gondolatmenetét ötvözi, ami ugye az, hogy gúnyolódni, mutogatni, neveken hívni a másikat, ezt ötvözi egy általános iskolásnak a nyelvtani képességeivel, és így rakott össze két bekezdést, amit újságcikknek hívnak itt. A lényeg az, hogy lehetővé tette, illetve az indexen keresztül teremtő lehetővé tette azt, hogy az információ minél több emberhez eljusson. És ezáltal minél több ember meghozhassa a döntést, hogy szeretne -e tovább élni az álomvilágban, a gömbön, ugye pörögni, azt képzelni, hogy ő egy beszélő majom, aki a semmiben kering körbe-körbe a semmiből lett, és a semmibe tart, semmi értelme semminek az életének, és csak a saját igazságát követi, a saját feje után megy, éli a világ életét, ahogy a pogányok, vagy pedig elkezdi keresni az igazságot, még akkor is, ha nem találja meg, mint ahogy a legtöbb ember valószínűleg nem fogja. Nagyon sokat számít az, hogy a föld lapos vagy sem, hiszen azok, akik ezt kérdezik, hogy mit számít, igazából csak tovább erősítik azt a képzetet, illetve azt a nézetet, amit a világ sugároz ezt a teljes érdektelenséget minden felé, amit igazságnak hívnak. Mindenki azt mondja, hogy ő az igazságot keresi egészen addig, amíg ez összeegyeztethető azzal, a pogány éles stílusa, azzal, az elköltslenül életmóddal, amit a világ folytat. Hogy mi a jelentősége? Hát természetesen az, hogy több száz éven keresztül hazudtak, akkor, illetve az egész oktatás az egész tudomány, szórakoztatóipar, az egész életünk egy hazugságra épül. Ez a jelentősége ennek. Ha valaki ezt nem képes megérteni, akkor annak nincs igazából keresni valója azok közt, akik azt állítják, hogy ők az igazságot kutatják. Hogy miért is tennék ezt, vagy miért is történne ez, hogy azt mondják, hogy gömb, miközben nem gömb, az már egy magasabb fokú spirituális és intellektuális fejlődést fog igényelni a legtöbb embertől most, hogy mennyire lesz ez sikeres, az kétséges a legtöbb ember esetében. Az írás egyértelművé teszi azt, hogy a 66 kanonizált könyv, amit a világ Bibliának hív, egyértelművé teszi azt, hogy a teremtő hat nap alatt teremtette a világot, és mozdulatlannak teremtette a Föld mindennek a közepe, hiszen a napot meg sem teremtette a negyedik napig. Soha sehol egyetlen szóval nem említi azt, hogy a Föld mozogna bármilyen irányba is, azonban mindvégig arról van szó, hogy a nap és az égitestek a Föld körül mozognak, illetve azt is leírja egyből a könyv elején, hogy ezek időjárás, idő meghatározásra és naptárra, naptár célt szolgálnak egyértelművé teszi azt, hogy hat nap alatt teremtette az összes élőlényt a semmiből, és nem evolúció során, és nem Big Bang során is nincsenek gravitációs hullámok, vagy fekete lyukak, vagy bolygók, amire le lehet szállni, vagy idegen lények. Úgyhogy az embernek meg kell hozni a döntés, és a döntés az, hogy elfogadja-e azt, ami a mindenható szava, és hajlandó elindulni azon az úton, vagy pedig elindul a világ útján. És ez a két választási lehetőség van. Ez a jelentősége annak, hogy milyen alakul a Föld. Azzal, hogy ejtette a világgal azt, hogy gömb alakul a Föld, és evolúció során a majmokból keletkeztünk, és a semmiből lett minden, az ellenség lerombolta az alapját annak, ami az egyetlen kiút ebből a világból, és az pedig a mindenható instrukcióinak követése, a Tora követése és a megváltó hite a tudomány segítségével rombolta le ezt az alapot. Úgy, hogy a tudomány egy hazugság elhitette az emberekkel, hogy a világ, a kormányok, ezek a híres emberek, akiket az emberek istenítenek, velük vannak és az ő érdekeiket szolgálták. És ezáltal, hogy ezt elhitette, meggyőzte őket arról, hogy nemcsak, hogy ne higgyenek a saját érzékeiknek, hanem ne higgyenek az ő szavának, és kérdőjelezzék meg annak az alapjait. Innentől kezdve már egyszerű volt a világot eltéríteni, és rá vezetni arra az útra az ellenségnek, amin a világ ma van. Erre az erkölcstenem pogány életformára, ahol mindenkinek igaza van, mindenki megcsinálhat bármit, és ennek ellenére azt képzeli, hogy ő jó. Ez a jelentősége annak, hogy milyen alakul a föld. Az, aki ebben nem hisz, Semmi probléma, én egyáltalán, én nem nevetek rajta leg, legtöbb esetben, N nem gúnyolom őket, nem, ö, semmiképpen nem utálom őket, vagy nem haragszom rájuk. Én elfogadom, hogy ők más utat választottak, ők más dolgokban hisznek. Ezek a videók azokhoz szólnak, akik még nem döntöttek, akik még nem, nem döntötték el, hogy ők a világ útját választják, és érdekli őket, hogy hányan röhögnek rajtuk, hányan gúrnyolják őket, hogy merre tart a nyáj, és mit gondolnak a töbegek, vagy pedig hajlandóak elindulni az igazság után, és azon az úton járni, amerre az vezeti őket. Illetve azokhoz, akik már azon az úton járnak. Ezeknek a videóknak semmi köze nincs azokhoz, akik a világot választották. Ők meghozták a döntést, sok szerencsét semmi köze nincs azokhoz, akik nem hajlandók hinni a saját érzékeiknek, a saját szemüknek, akik elfogadják azt, amit a rendszer tanít nekik, amit a rendszer mond nekik, mint igazság, csak azért, hogy elkerüljék azt, hogy a többiek rajtuk röhögjenek, vagy gúnyolják őket, vagy esetleg elforduljanak tőlük, vagy meg kelljen változtatniuk az életformájukat, vagy el kelljen ismerniük azt, hogy egy egész életen át a hazugságban éltek. Úgyhogy remélem, hogy világos az, hogy szerintem mi a jelentősége a föld alakjának, és mindenki meg fogja érteni azt, remélhetőleg a teremtő segítség és a mindenható segítségével. Én köszönetet mondok mindenkinek, aki vette a fáradtságot, hogy akár mennyit is nézzen a videókból, hogy lájkolja, hogy diszlájkolja, hogy hozzászóljon, hogy megossza, hogy röhögjön rajta, hogy gúnyolódjon. Hogy esetleg elgondolkozzon, hogy utána nézzen mindenkinek. Hiszen soha nem jutott volna el ennyi emberhez ez az üzenet, hogyha ők nem csinálják mindezeket a dolgokat. Úgyhogy ez bizonyítja azt, hogy a Teremtő mindenkit felhasznál az ő céljainak és az ő tervének végrehajtásához. Akarja az az ember, vagy sem. Ugyanúgy, ahogy felhasználja az ellenséget felhasználta azokat, akik megtévesztették a világot, arra, hogy kiválogassa azt, aki igazán keresi az igazságot azok közül, akik csak addig keresik, amíg az belefér az ő életformájukba, és nem kell megváltozni. Mindenki a teremtő tervét hajtja végre, és az ő céljait teljesíti. Az emberiség mindig is gyűlölt az igazságot, mert az rávilágított arra, hogy milyen életmódot él. Erről ír János Hukanon a hármas fejezetben. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság, az igazság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert az ő cselekedetei gonoszak valára, azaz nem követték a mindenható útját. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Ez a világról szól a, világ túlnyomó többségére, akihez mindannyian tartoztunk egy nap. A világ imádja a sötétséget, hiszen az elfedi az ő tudatlanságát, az, hogy mennyire félre lett vezetve, és hogy milyen életmódot folytat. János 12. fejezet, én, mondja a a megváltó világosságú jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki hisz én bennem, és úgy él, ahogy ő él. Ha követi azokat az instrukciókat, amiket a torában leír. Úgy él, ahogy a megváltó, és hisz benne. Nem úgy, ahogy a keresztények, nem úgy, ahogy az úgymond zsidók, hanem követi a parancsolatokat, és hisz a megváltóban. És ha valaki hallja az én beszédemet, azaz érti azokat, és nem hiszi el ön, én nem kárhoztatom azt. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam. Eljött, hogy megmutassa mi az út, hol van az igazság, ennek ellenére a legtöbb ember még mindig az álomvilágot választja. És ezzel fejezném be, egy korintusú négyes fejezet, ugye ekkor nem azért jött el, hogy kárhoztassa a világot, azonban itt arról ír, hogy egyszer el fog jönni, és az az idő hamarosan eljön. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, és ez legfőképp azokra vonatkozik, akik gúnyolódnak és most uh, röhögcsélnek. Ugyanis lehet, hogy ők idő előtt ítéltek, míg el nem jő a aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, ez az, amit ma él. Kiderül minden hazugság. Másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait. És megmutatja azt, hogy kinek hol van a szíve, ki miben hisz, ki milyen ember. Nem, hogy ő milyennek gondolja magát, hanem, hogy valójában milyen. És akkor mindenkinek Elohimtől a dicséret. Aki úgy élt. Aki most ráébred a hazugságra és hajlandó megváltoztatni az életét. Ez a lényege a laposföldnek. Nem az, hogy lapos vagy sem, kihazudik vagy ki nem. Az, hogy elvezesse az embereket az útra. Hogy megértsék azt, hogy ők igenis fontosak. Az az üzenete, az a lényege, hogy mindenki fontos. A teremtő számára mindenki fontos. És ez az az időszak, mikor a technológia segítségével eljutathatjuk az igazságot mindenkiért? Nem csak azt, hogy milyen alakú a Föld, hanem az összes többi igazságot, amiben a nagy része az emberek, akik nézik ezt a videót, hisz. Az Illumináti, az új világrend, az, hogy mind, a Chemtrails, az összes többi. Ez csak annak egy része, csak egyszerűen kellemetlen. Ez az az időszak, amiben élünk. És mindenki fontos. Úgyhogy még mielőtt röhögcsélésbe, meg gúnyolódásba kezd az ember. Lehet, hogy érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy valóban mi a jelentőség az egésznek. És megpróbálni elfelejteni azt a programot, amit a világ mindenkibe beleégetett. Az, aki hajlandó alázatot mutatni, és aki hajlandó engedelmesen követni a mindenható útját, amit a torában, az instrukcióiban kijelölt, és a megváltó hitét, az az, aki meg fogja tudni az igazságot és ennél még sokkal több hátra van, mint az, hogy milyen alakú a föld. Azonban alázat nélkül, engedelmesség nélkül, és annak a beismerésének hiányában, hogy tévúton jártunk, és milyen szállamos életet éltünk, ez nem fog sikerülni. Úgyhogy remélem, hogy segítettem, és mindenkinek a legjobbakat kívánom. Köszönöm, hogy segítettetek, és támogatjátok a munkámat. Így vagy úgy. Halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!